B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket, mi az az EMDR, és komolyan elég lehet egy ugráló szemmozgás ahhoz, hogy mondjuk egy stresszállapot, egy depresszió, egy pánikroham tünetei elmúljanak, vagy netán a betegség meggyógyuljon. Na, erről beszélgetünk mai adásunkban, mondom, hogy kikkel. Velem szemben dr. Moretti Magdolna, pszichiáter, főorvos Egerből. Mellette Gál Edina, kliens, aki Nyíregyházáról jött. Nektek kettőtöknek külön köszönöm, hogy itt vagytok, és persze dr. Szigeti F. Juditnak, a Magyar EMDR Egyesület elnökének is. És akkor, Edina, ha megengeded, én veled kezdenék. És azt is elmondom, hogy miért, mert nagyon fontos az, hogy a szakértők elmondják egy-egy módszerről, eljárásról, hogy az miért jó, és hogy tudományosan hogyan hat. De számomra, és feltételezem, hogy a nézők számára is ennél már csak az a jobb, hogyha valaki, aki ezt átélte, akivel ez megtörtént, mesél róla. És mielőtt a konkrét kérdést fölteszem, azt azért elárulom, hogy mi levelezgettünk egymással, hiszen szerettem volna megtudni rólad néhány dolgot. És te a következőt írtad nekem. Nem szívesen beszélnék a családunk belső viszonyairól, sem kitakarva, sem máshogy, mert hogy felajánlottam neked, hogy kitakarunk meg, hogy a hangodat lelassítjuk, felgyorsítjuk, tehát hogy ne lehessen megismerni. Azt mondtad, köszönöd, nem kéred. Ezt én tiszteletben tartom. Annyit talán elmondhatok, hogy nem abuzált gyerek voltál gyerekkorodban, és nem estél áldozatul fizikai bántalmazásnak. Ez így korrekt? Ez így korrekt, igen, köszönöm. Igen, ez így igaz. Annyit elmondanék, hogy kicsivel többször találkoztam a halállal gyerekként, mint azt megszokott. Ennek mi volt az oka, Edina? A családon belül volt halálos autóbaleset, és egyéb szokatlan nagy tragédiák. Közvetlen családon belül. Ennek következtében engem gyerekként és kamaszként nagyon foglalkoztatott a halál. Ilyenkor az ember hite megrendül a világbiztonságában. Eljutottál az öngyilkosság gondolatáig? Nem, soha. Hála Istennek. Soha addig nem jutottam. Igazából azt a stratégiát választottam, hogy szembe megyek a félelmeimmel. Kezdetben úgy gondoltam, ha megismerem a halált, akkor majd könnyebb lesz együtt élni vele, vagy hozzászokni, hogy létezik. Így aztán belógtam gimnazistaként a biológia faktosokkal, a megorvostan hallgatókkal boncolásra, de később inkább a teológiát választottam, 18 évesen elég kevesen választanak ilyen. Igen, te egyébként most informatikus vagy, és igen, hála Istennek egy boldog házasságban élsz. Igen. Beszélnünk még majd arról nyilvánvalóan, hogy hogyan alakult az esetedben ez a traumatizáció, ezt már érintetted, hogy hogyan lettél te Moretti Magdolna, Magdi, mi ezer éve ismerjük egymást, páciense, miért éppen őt választottad, és azt gondolom, hogy ha már itt tartunk, akkor azt is megkérdezhetem Szigeti F. Judittól, hogy ugye 10 éve létezik a ti egyesületetek. Mennyire fontos az nálatok, hogy ezt a bizonyos terápiát, amiről majd beszélünk, és majd lesz is egy kérésem hozzátok, ezt most jutott eszembe, de most előbb Judittal rövidre zárom. Mennyire fogadjátok ti ezt, nem is tudom jó néven, vagy egyáltalán el, hogyha én beütöm az EMDR-t az interneten a Google-ba, akkor több ezer találat kijön, és rengeteg ilyen coach és mindenféle szervezet, olyan is volt, ahol online fizessek be, és 2 hét alatt megtanulom ezt az EMDR technikát. Szóval mit szóltok ti, akik hiszen te klinikai szakpszichológus vagy, te pszichiáter főorvos, ti ehhez mit szóltok? Nem örülünk neki nyilván, mert hogy a mi egyik feladatunk a minőségbiztosítás is. Ez egy pszichoterápia. A pszichoterápiát nem lehet pár hét alatt megtanulni. Gondolom, hogy ezek a websájtok, amikre te is rátaláltál,
magát a technikát mutatják meg valamilyen szinten. Ez nem csak, hogy nem jó, de még veszélyes is lehet, mert ez a bizonyos szemmozgás tényleg nagyon hatékony, és hogyha beindul egy feldolgozási folyamat spontánul ennek hatására, akkor akár rosszabb állapotba is kerülhet a kliens, vagy az, aki magán kipróbálja ezt, mint annak előtte, és mivel nincsenek meg az eszközei arra, hogy adott esetben egy diszociatív állapotból visszahozza magát az itt és mostba, akár tényleg problémák is adódhatnak belőle. És akkor ezek szerint, ha ezt nem szakember végzi, tehát nem pszichiáter vagy pszichológus, akkor annak az illetőnek sincsenek meg az eszközei, hogy visszahozza őt. Tehát akkor ez itt egy elég nagy veszély, ahogy most ezt elmondtad. Igen, attól tartok, hogy előképzettség nélkül ez tényleg magától nem jön. És mivel előképzettség nélkül azt sem tudja megítélni az illető szakember, hogy klinikai esettel áll-e szemben vagy sem, ezért tényleg nem biztonságos ezt elkezdeni. Na most, amikor én ezt először láttam, mert hogy a YouTube-on magyar felvételek nincsenek, hanem angol felvételekkel van tele az egész, és azért őszintén megmondom, hogy egy voltak bennem kételyek. Most én nem mutatom, mert nem értek hozzá, de ha én most megkérnélek Magdi téged, és megkérném Edinát, hiszen köztetek egy orvos kliens viszony kialakult, és te eleve Magdihoz jártál, és eleve Magdinál, ahogy nekem a levélbe fogalmaztál, épültél fel, tehát majd ide azért el fogunk jutni. Megmutatnád, Magdi, vagy megmutatnátok így ketten, hogy most miről beszélgetünk? Persze. Azt el kell mondanom, hogy eredetileg valóban szemmozgással történő traumafeldolgozás ról van szó, de azóta ez változott egy picit. Maga Shapiro, aki létrehozta ezt a módszert, azt mondta, hogy ő inkább újrafeldolgozási terápiának nevezné, mert más is van. Mesélj már el, hogy hogyan fedezte fel ez az amerikai pszichológus nő. Ez egy nagyon érdekes, saját problémájával küzdködve sétált a parkban. Hát neki is voltak sötét gondolatai. Igen, egy testi betegség kapcsán, 87-ben, és feszült volt, és szomorú volt, és hogy sétált a parkban, és mozogtak a levelek, és figyelte, észrevette, hogy így követi a szemével, nyugszik le, és csökken a feszültség. És aztán utána ezt kipróbált először veteránokon, akik Vietnámból jöttek haza, majd egyre több tudományos módszerrel alátámasztott próba, és valódi terápiák sorozata következett, és aztán bővült a módszer. Kiderült, hogy nem csak a szemmozgás, hanem például a tapping. Megmutathatom, Edina? Igen. Na, nézzük. Akár, akár ez, akár van auditív, tehát van fejhallgató, igen. Van egy fénycső, ami beszaladgál, így egy LED lámpa, de az eredeti módszer az azt ez, kérem az szépen. Ez volt. Ez. Ugye megkérdezzük, hogy milyen távolságot. Tehát én nem látom be, rád néz. Te követed a szemeddel a Magdi csak ujját, a szemével, ugye? Követi az én ujjamat. És ahogy követi a jobbal szemmozgás, aktiválja azokat az agyi hálózatokat, amely elindítja azt a feldolgozást, ami azért csodálatos, mert a testünk, az agyunk végzi el. Hiszen vannak úgynevezett adaptív információs hálózatok, ami egy természetes gyógyulás. Valójában mi csak hozzásegítjük a páciens ezzel a jobbal agyfélteke ingerlő mozgással, legyen az hang, legyen az érintés, legyen az fény, vagy bármi. És amikor te mutatod az ujjad, illetve hát készteted őt erre a követem a pszichiáterem ujját című történetre, akkor neki mind kell gondolkodni, vagy adsz neki előtte valamilyen feladatot, vagy megbeszélitek, hogy ő most mire gondoljon, vagy csak néz téged és követi az ujjad. Belecsaptál a közepébe, azért nem így indul egy feldolgozás. Tehát igen. Egy feldolgozás a traumánál nagyon-nagyon fontos az, hogy előbb stabilizáljunk. Uh-huh. Tehát először megbeszéljük azokat a pontokat, amelyek traumatikusak voltak. Megtanítjuk olyan stabilizációs technikára a klienset, amit bármikor tud használni. Akkor ezért kell a pszichiáter vagy a pszichológus, ugye? Így van, amit tud használni. Tudunk használni ülés közben, ha nagyon nehéz tartalmak jönnek föl. Tud használni otthon, tud használni a munkahelyén, vagy aha, aki visszamegy ugyanabban a bántalmazó környezetbe esetleg. Tehát, hogy csak ezután, a stabilizációs szakasz után kezdünk bele
abban, hogy egy konkrét emléket feldolgozzunk. Ennek a szekvenciáját megbeszéljük a klienssel. A célemlék, amin dolgozunk, ugye ez nagyon sokszor egy kép. Megkérdezzük, hogy mi az eseménynek az a pontja, ami a legesleg rosszabb volt az ön számára, hol állítaná meg ezt a képzeletbeli videót vagy felvételt, és akkor azzal a ponttal azt a pontot bontjuk ki, hogy ebben a pillanatban most, ha ott van és elgondol, mit gondol magáról, tehát mi a magával kapcsolatos negatív hiedelem. Ez többnyire a biztonsággal, a kontrollal kapcsolatos, nem vagyok biztonságban, tehetetlen vagyok, vagy önértékeléssel kapcsolatos, tehát énes, egyes szem első szemében. Uh-huh. Nem azt kell megkérdezni, hogy mit gondol a helyzetről, vagy a támadóról, hanem azt, hogy ő ebben a pillanatban ott önmagáról mit hisz. Na most ugye traumatizált emberekkel foglalkoztok ebben az esetben is, hiszen ugye az EMDR a sok közül egy módszer, és nem az egyedül üdvözítő, bár ahogy mesélt róla nekem Magdi, különösen nagyon jó, majd erre még rá is térünk, de sőt, inkább beszéljünk arról, hogy úgy kapcsolódtam én ebbe az egészbe, és onnan tudtam meg, hogy ez egyáltalán létezik, hogy te küldtél nekem egy meghívót, Magdi, ami Isabel Fernández magyarországi tartózkodásáról szólt, hiszen 10 éves a ti egyesületetek, és ugye ő, aki az Európai Egyesület elnöke, idejött Magyarországra, és tartott egy előadást nyilván arról, hogy hogyan lehet ezt a módszert használni. És nagyon érdekes, amit ezzel kapcsolatban olvastam, hogy az EMDR módszerrel annak idején ők segítettek a Covid első hullámában, hogy itt voltak a veronai buszbalesetnél. Na, hogyan kell ezt nekem elképzelni? Tehát mit tud tenni egy, mondjuk azt, hogy olyan pszichológus, aki egy EMDR specialista, hogyan tud ezekben ahogy így fogalmazzak, tömegkatasztrófákban, vagy ahhoz közel álló helyzetekben segíteni? Judit? Amit érintesz, az elég fontos, mert hogy különbséget kell tennünk a között, hogy például régi gyerekkorban gyökerező traumákat dolgozunk föl, vagy friss, akut, úgynevezett akut traumát, és nyilván ezek a balesetek akut traumának számítanak, itt egy kicsit másképpen dolgozunk. Itt abból indulunk ki, hogy az esemény, aminek az átélését rengeteg stressz hormon övezte, annak a feldolgozása egy kicsit más, ott az emlékkép még nem konszolidálódott, még a memóriánkban nem tevődött át úgy, hogy arról értelmesen egy narratíva formájában beszélni tudjunk, hanem ilyen képek, hangok, testérzetek, bevillanó képek és egyéb dolgok formájában létezik. Ilyenkor ezt kell úgynevezett deszenzitizációval gyógyítani. Tehát semlegesíteni, vagy mit csináltok? Igen, vele? Az érzékenységét uh-huh. csökkentjük ezekre a képekre, azért, hogy tudjon aludni, hogy próbálja biztonságban érezni magát. Ugye mondjuk gondoljunk arra, hogyha valakihez betörnek, akkor utána egy jó darabig nem tud úgy otthon lenni, hogy megnyugodhasson abban, hát hogy ez... Csak van benne egy kis félelem. Bizonyára, és hogy ezt kell deszenzitizálnunk ahhoz, hogy létezni tudjon, működni tudjon. Tehát az akut traumák esetén, mint a balesetek, vagy a természeti katasztrófák, vagy egyéb ilyesmi, ezzel a minimál módszerrel dolgozunk, és mivel sok emberről beszélünk, elképzelhető, hogy csoportban fogunk velük dolgozni. Hogy képzeljem el én ezt konkrétan, hogy a Covid idején, ugye hát Olaszországban rémületes, ne is idézzük fel, hogy milyen képeket látunk folyamatosan, hogy a gyászolókhoz, tehát hogy kikhez ment oda ez a csapat, akik az EMDR technikát alkalmazták erre az úgymond közömbösítésre, vagy semlegesítésre. Tehát hogy hogyan képzeljem el a gyakorlatban, amit te most nagyon szépen elmondtál. Ugye a Covid még azt is behozta, hogy élőben nem is nagyon lehetett találkozni. Igen. Tehát ott újabb újítást kellett. Ugye egyébként ez úgy néz ki, hogy egy ilyen ehhez hasonló nagy asztal körül leülnek az emberek, és rájuk van bízva, hogy például, hogyha lejátsszák magukban az eseménynek a történetét, akkor melyek lesznek azok a pontok, amik a legfájdalmasabbak a számukra. De hogy ugyanezt akkor online kell csinálni, de hogy megoldották a kollégák, tehát hogy azt kell látnunk, hogy hát mondjuk 80%-os, hogyha muszáj lenne mondanom egy számot, de uh-huh. igazából nem
lényegesen rosszabb a hatásfoka online sem ennek a terápiának. És a veronai buszbalesetnél mi történt, Magdi? Azt hiszem, ezt Judit jobban tudja, mert akkor ő Judit volt kapcsolatban az Egyesület révén. Tehát ott legelsősorban azokat a gyerekeket kellett ilyen formán segíteni, akik átélték ezt a balesetet, és akik tanúi voltak akár annak, hogy egyesek megsebesültek, egyesek meghaltak. Tehát, hogy ennek a friss élményét szintén ugyanígy közömbösíteni kellett. Második körben pedig a hozzátartozókhoz kell fordulni ilyenkor. Nem csak azokhoz, nyilván elsősorban azokhoz, akik elveszítettek valakit, de olyanokhoz is, akik átélték azt, hogy a gyermekük halálos veszélyben van. A halálos veszély ugyanúgy része a diagnosztikai kritériumoknak, mint az, hogyha effektív meghal valaki. Ugye különböző traumák léteznek, és ugye azok kerülnek hozzátok, akik ilyen-olyan, most baleseteket hoztunk már föl, Covid példát. Nyilvánvalóan ilyen trauma lehet az ukrán háború, mostanában ilyen háború. Ilyen trauma, hogyha megerőszakolnak valakit, ilyen trauma, hogyha bántalmazott gyerekként él. És ugye akkor, amikor az ember egy traumatikus helyzetben van, ezt te, Edina, szerintem rendkívül jól tudod, akkor ezek a bizonyos flashbackek előjöhetnek és bekövetkezhetnek. Azt nem tudom, hogy hogy ilyenkor lefagysz, vagy kiborulsz, vagy mi történik veled. Hát ezek a mindennapokban nagyon komoly fájdalmakat jelentenek, intenzív fájdalmat jelentenek. Van, hogy egy szag, vagy egy fényhatás, vagy bármilyen inger hatására felidéződik. Egy illat, egy hely. Egy illat, egy hely, egy személy, egy hang, bármi lehet trigger, és az felidézi azt az... Nagyon szakmai módon fogalmazol, már te is látom, hogy sok időt töltöttél. Elég sokat. Maretti főorvos asszonnyal, igen. Felidézi azt az emléket, ami traumatikus volt, és vissza-vissza múltba. És az érzelmek ugyanazok valójában. És ez komoly fájdalommal jár, amit valamivel le kell nyomni. Na most rád ilyen jött a munkahelyeden? Hát én folyamatosan ebben éltem. Na várjál, akkor te ezt érzed, hogy fáj, ahogy most én ebből levontam, amit mondtál. Most már sokkal kevésbé, inkább nem, de... Jó, most akkor a múltban volt ez így, de mit lát a te munkatársad rajtad? Tehát mit vesz észre ő? Nagyobb részt semmit. Aha. Ez annak a következtében van, hogy a poszttraumás emberek agya nagyon gyakran képes leválasztani a fájdalmat, és végigvinni egy munkanapot észrevétlenül, és csak azt veszi ilyenkor észre az ember, hogy nagyon elfárad estére. És ezeket a fájdalmakat valamivel el kell nyomni. Legtöbbször valamilyen drogot választanak erre, vagy alkoholt választottam. Én legitim drogot választottam, én munkaalkoholista voltam. Most száraz alkoholista vagyok az idén. Átlagban 3 munkahelyem volt, és van egy cégem is, és nagyon gyakran... Tehát akkor te a munkába menekültél, ne gondoljál semmire, hanem dolgozom. Nagyon gyakran 3 napot is eltöltöttem egyhuzamban alvás nélkül munkával. Az igen. Aztán 2 napra elvonultam regenerálódni, és folytattam ugyanott, aminek következtében... egy túllevéses zavarom is volt, és ennek következtében voltam nagyon elhízott. Az mit jelent? Hány kiló voltál? 50 kilóval több, mint most. Nem tudom, most mennyi vagy? Most 65 vagyok, de... Tehát akkor 100-at meglépted. 100-at megléptem, igen. Volt egy bő 3 évem 100 kiló fölött. Hát gratulálok ahhoz, hogy sikerült. Igazából ez is poszttraumás következmény, mondhatom, mert ha az ember képes leválasztani a fájdalmat, akkor képes magát kínozni azzal, hogy elérje, és hogyan jöttél te rá, hogy neked segítséget kell kérni, és hogy ez nem maradhat így, és hogyan választottad éppen, mert azért ez egy érdekes történet, igen, hogy te Nyíregyházáról Egerbe jártál. Igen, 2 hetente, több évig. Uh-huh. Ennek az a története, hogy én először teológiát tanultam, a családom nem nagyon örült ennek, a majdani bankszámlámra utaltak rendszeresen, de ez nem a megélhetés szolgálta, hanem a túlélés szolgálta inkább. Ott elég jó túlélőkészletet kaptam filozófiákból a kezembe, amivel átkeretezgettem a múltamat és a jelenemet.
ami kihúztam ezzel 20 évig is. Aztán az egyik munkahelyemen, az akkori háromból, ami egy koraszülött alapítvány volt, nagyon sok segítő szakemberrel dolgoztam együtt, aki képződött éppen EMDR-ből, és felismerte a tüneteket rajtam. Megismert és látta, hogy rengeteget dolgozom. És akkor azt mondta, hogy Edina, azt te mondta, egy traumatizált nő vagy. Edina, gyere, beszélgess velem. És össze voltunk zárva, épp egy fél napra olyan dolgunk volt, és meghallgatta az én történetemet, és azt mondta, hogy hát figyelj, amit te hordasz, az egy 20 emberes teher. És ajánlok neked valamit, keres egy szakembert, aki EMDR-re... Aki elkezdi lepakolgatni a válladról? Volt korábban is szakember, akitől segítséget kértem, de ő nem volt ebben képzett, ő segítette a túlélésemet, de ennyit tudott tenni, értem. Aztán kezembe adott egy listát, hogy nézd, ez itt az EMDR Egyesület, erről a listáról válasz valakit, de csak és kizárólag erről a listáról, mert... Na. Őket minősítették, és ők biztosan nem fognak újra traumatizálni, és ők a legjobb szakemberek, stb. Stb. Akkor most Edina azt mondta el, amit te az imént, hogy mekkora veszélyt jelentett, hogyha nem szakember csinálja, ahogy használtad a kifejezést, hogy nem fognak újra traumatizálni. Aztán az történt, hogy én egyik parkolóból hazafelé menet rögtön fel is hívtam a hozzám legközelebb eső szakembert, 10 perc alatt el is vállalt. És itt kaptam igazából valós segítséget, és innentől kezdve... Hány évig jártál Magdihoz? Hát intenzíven 3, de inkább 4. Még most lezártuk le valójában, 5. évnél járunk, én már egy jó ideje jól vagyok. Magdi, mennyire, most nem is tudom, hogy kérdezzem helyesen, hogy mennyire nehéz esett, vagy mennyire volt nehéz eset, Edina. Tehát, hogy most hol tartunk az ő felépülés történetében? A gyógyulásnál, vagy még a traumánál? Edina szerintem felépült. Múlt idő, igen. Ami most téma lehet, az már inkább csak egy kísérés, vagy inkább egy konzultáció. Tehát ezt már nem mondanám terápiának. Egyrészt, mert hihetetlenül tehetséges volt abban, hogy olyan maga is dolgozott otthon mindennel, sok-sok technikát, sok-sok stabilizációs lehetőséget talált meg a terápián kívül is. Utána olvasott. Én is tanultam tőle, mert olyan, mint informatikus, meg különböző diplomáinak megfelelően mindenhonnan összeszedte ezeket az információkat. Ő nagyon, nagyon keményen dolgozott ezekkel az eseményekkel, úgyhogy szerencsém volt, de ami miatt ennyire hosszú volt egyrészt a 3 év Covid, amikor is azért online bizonyos tartalmakkal nem dolgozunk, hát ez mindig megállapodás kérdése, hogy ki szeretne online is nehéz témát, ki az, aki nem. Másrészt pedig azt el kell, hogy mondjam, és talán még a bevezetőhöz is hozzátartozna, hogy trauma és trauma közt is azért nagy különbség van. Hát nem mindegy, hogy egy egyszeri traumával dolgozunk, vagy többszörösse. Nem mindegy, hogy úgynevezett nagy T-traumákkal dolgozunk, amelyek között ott vannak az úgynevezett fejlődési traumák. Fejlődési traumák azok, amelyek korai életévekben, amikor az én képünk, az önbecsülésünk, a világról való hitünk alakul ki, akkor éri trauma az embert, ami többnyire családon belül, vagy a korai gondozók. Ebben benne van sajnos az iskola, benne lehet egy edző, sok-sok olyan hatás, ami egy védtelen gyereket ér, amit ő készpénznek vesz. Tehát ha neki azt mondják, hogy te hülye vagy, fiam, akkor ő elhiszi, hogyha ezt egy hiteles pedagógus mondja, vagy ha azt mondják, hogy te erre nem leszel képes, akkor így fog gondolni magára. Hát és ezek ezt valósítja meg, hogy ő nem és ezt valósítja meg. És ezek mindig sokkal nehezebb traumák, tehát itt vissza kell mennünk nagyon-nagyon messzire, és itt sokkal több idő kell. Tehát az, hogy az önbizalom hogyan épül föl, és hogy mennyire tartja magát valaki képesnek arra,
hogy felépüljön. Hihetetlen tehetséges, de annyira nem hit magában, hogy azzal kellett sokat dolgoznunk. Melyik kategóriában tartozik már most a trauma hordozást illetően, hogy a könnyebb, a kisebb, az egyszeri, ahogy mondtad az előbb, hát azért egy tartós, vagy a tartós trauma volt. Válaszolok, hogyha... Jó, válaszolj! Az első ülések egyikén, ahova képekkel mentem, úgy gondoltam, hogy könnyebb lesz elmondani, amit szeretnék. A doktornő felelá járkált egy darabig, és vizet hozott, és azt mondta nekem, hogy ő még a 35 éves pályafutása során ennyire traumatizált emberrel nem találkozott, de olyannal se, aki ezt talpon hordta. És én ezt nagyon nehezen hittem el, mert én azt gondoltam, hogy sikeres vagyok a munkámban, házas vagyok, rendben van a jelenlegi körülményeim, teljesen rendben vannak, jó baráti kapcsolataim vannak. És nem de jó hittem nekem. El? Nem hittem, de jó nekem, nem hittem el. Azt gondoltam, hogy mindenki panaszkodik a fájdalmairól, ez az élettel együtt jár. És beleszoktam ebbe. És nagyon sokszor rákérdeztem, évekig rákérdeztem, hogy ezt komolyan gondolta-e. Uh-huh. És megkérdeztem a barátaimat is. Tegnap is megkérdeztem az egyiküket, hogy amikor elmeséltem nekik ezt, ők nem akarták elhinni. Ők mondták nekem, hogy ez nem igaz, ők ezt nem hiszik el, mert ők támaszkodtak inkább rám, és nem fordítva. És ennyire le lehet választani a fájdalmat a hétköznapokban a működésről. Ez volt a válasz, igen. Valamit erre, hogy ami nagyon fontos, és ez történik sokszor a traumatizált gyerekekkel is, hogy nem hisznek nekik, nem hiszik el. Az nem úgy volt, nem validálják uh-huh. őket, nem erősítik meg, hogy ami veled történt, uh-huh. az tényleg borzasztó. Annak nem így kellett volna történnie. Szabad ne felejtsd, ült itt olyan pszichológus nő, aki kifejezetten abuzált óvodásokkal foglalkozik, és ugyanezt mondta el, hogy nem hisznek nekik. Pedig egy 3-4 éves gyereknek nincsenek benne a szókincsébe azok a dolgok, meg azok a történések. Tehát ha ez nem történik meg vele, akkor honnan tudná? Tehát nincs olyan fantáziája, hogy ő ezeket kitalálja. És akkor maga az ember is elbizonytalanodik, ezt Edina tudja a legjobban, hogy ő is elkezd kételkedni magába, hogy tényleg jól gondolom, ez tényleg megtörtént? Nem ez az alapértelmezett, hogy így kell bánni egy gyerekkel, egy kezdő munkavállalóval? Ugye ez volt az egyik kétel. És hogy a traumaterápiának pont ez az egyik lényege, hogy megtanulja magáról a kliens azt, hogy nem ő vele van a baj, tehát nem ő a uh-huh. nem normális, hanem az ő reakciói normális reakciók egy nem normális helyzetre. És ha ezt megtanulja, akkor le tudja választani a saját személyiségét a traumáról. Egyébként azt hiszem, anélkül, hogy most itt különösebben szeretnék minősíteni, hogy a magyar nép egy elég tragikus, tehát amúgy is egy elég tragikus sorsú nép vagyunk, és nem valami kacagtató történelmünk van, és ugye, ha végignézzük, akkor a holokausztól kezdve, ami persze másokkal is megtörtént, nem csak velünk, de a munkaszolgálat, a kitelepítések, a munkatáborok, a sorolhatjuk, hogy mi minden, ezek nyilván generációknak az életét nyomorították meg, és ugye, ha azt ő nem tudja feldolgozni, már pedig nagy eséllyel nem tudta feldolgozni, akkor adja tovább az utódainak. Tehát így generációkon keresztül öröklődnek a traumák. Tehát nyilván van a dolognak egy ilyen vetülete is. Így van. Ha nincs megdolgozva, akkor ilyen alattomos módon, ilyen nonverbális jelzések útján adódik tovább. Az, hogy a világ veszélyes, hogy vigyázni kell a dolgokkal, hogy jobb, ha vissza meghúzódunk, jobb, ha békében maradunk, és nem bántunk senkit. Tehát, hogy ezek a tudások kimondatlanul mennek át, és nyomorítják meg adott esetben egy következő generációnak az életét. A te életedben voltak ilyen transzgenerációs áttétek, ezek, Edina? Ezek kifejezetten transzgenerációs áttétek, uh-huh. amikről volt szerencsém megtudni, hogy honnan indultak. Anyai és apai ágon is, háború utáni nehéz évekből a nagyszüleim elvesztették a szüleiket, és a testvérek egymást nevelték fel, és házasították meg.
A másik oldalról egy hasonló történet, az kicsit hosszabb, azt inkább nem mesélem el, de ők is ott traumatizálódtak. És... Rövid is lett meséltem. Rövid is csele. Hát... De nyilván érdekes, ha most eszedbe jut. Nagymamámról szól, aki nagyon sokat dolgozott azért, hogy a férje két árván maradt testvérét együtt felneveljék, úgyhogy már neki is megszülettek a saját gyerekei, és nem bírta ezzel a feladattal túl jól, és hogy hogyan lázadt ez ellen, és hogyan törték le az ő lázadását, erről szólna a történet, és ez így örökítődött tovább a szüleim és a testvéreik életében, amiknek a negatív következményének egyrészt tanúja voltam, másrészt az egyik unokatestvérem nem is élte túl ezt. Hát igazából ennyi. Talán én vagyok az, aki megkapta azt a szerepet ebben a családban, hogy ezt megtörje és vigyázzon a gyerekekre, és figyelmeztesse a többieket, hogy mivel van dolgunk. És úgy érzem, hogy ezt sikerül. Magdi, én azt gondolom, hogy közöttetek Edinával nem csak azért, mert amikor én mondtam neked, hogy hozzuk össze ezt a beszélgetést, akkor te rögtön őt mondtad, hogy őt fogod hívni, de hogy azért kialakult egy nagyon szolidáris, empatikus kapcsolat, ami lehet, hogy egy picit még több is, mint egy orvos-kliens kapcsolat, nem? Rosszul látom? Én azt gondolom, hogy a traumaterápia más, mint a többi. Aha. Más a határokat illetően, más a közelséget illetően, tehát mi sokkal közelebb tudunk menni a klienshez, természetesen ezekkel a határokkal nekünk is ugyanúgy kell tudni bánni, sokkal többet tudunk meg, hiszen olyan tartalmakat mondanak el nekünk, amit soha senkinek esetleg nem mondtak el. Ez egy hatalmas bizalom, és nagyon megtisztelő, azt gondolom, és nagyon nagy alázattal kell ezeket fogadni a terapeutának, tudva azt, hogy ebből a sok mindenből mikor mi az, amit felszínre szabad hozni. Tehát nálunk az megengedett, hogy felhívjon vagy szóljon ülésen kívül, hogyha bajban van. Bizonyos terápiás irányzatokban ez tilos. Ugye ott vége az ülésnek, óra csörög és kész. És ennyi volt. És ennyi volt. Hát ennek is vannak nyilván keretei, de nyilván azért ez egészen más a mi esetünkben. És Edina egy nagyon jó értelembe vetten önfeltáró, nagyon sokat meg tudtam én is a traumáról, meg a mélyebb rétegekről általa. Hát úgy gondolom, hogy mi mindannyian tanulunk a kliensektől is. Olyan bugyrokba megyünk le velük, ahova lehet, hogy más nem, és ehhez kell egyfajta bizalom, meg kell egyfajta ráhangolódás, hogy mi az, amit elbír a másik, mi az, amit én elbírok. Plusz nagyon tisztelem azért a hatalmas tudásért, meg azért, ahogyan viszi az életét, egy fantasztikus, nagyon szerény volt, mikor bemutatkozott, de mind a három diplomáját használva kiválóan dolgozik, és hatalmas dolgokat tett le az asztalra. Csak azt nem hiszi, nem hitte el maga, sem most már kezdi De most már elhinni. Hiszi. Most már kezdi ahogy így elnézem, most már elhiszi, nem? Kicsit majd mesélnék erről is. Kapcsolódva a doktornőhöz magam részéről gyerekként, fiatal felnőttként azt tanultam meg, hogy magamra vagyok utalva, és mindenre felkészültnek kell lennem, és erősnek kell lennem, nem szabad gyengének lennem. És ezeket a fájdalmakat csak úgy lehet feldolgozni, hogyha van egy közeg, ahol biztonságban érezhetem magam, és biztonságban tudhatom a titkaim, és ahol biztonságban lehet gyengének lenni. Aha. Mindenkinek kell szerintem, hogy gyenge lehessen. Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, Magdi, hogy ugye egyrészt ő hatalmas terheket cipel már, mint hogy Edina, és hogy mondtad, hogy milyen bugyrokba tudott ő elvinni téged, de hát azért ez a rögtön jelzi az érem másik oldalát, hogy nektek is hatalmas terheket kell cipelni. Van is erről egy közvetlen élményem, ha elmondhatom. Persze, hogy, azért ülsz itt.
hogy egyébként visszatérő, hogy a páciensek megpróbálják kimélni a terapeutát, mert érzik ezeknek a traumáknak a súlyát, és nem szeretnék csak a jó indulatból. Abszolút, igen. És hogy ilyenkor tényleg meg kell erősíteni bennük azt, hogy nem, hát lehet mi ezt elbírjuk. És akkor erről van nekem egy olyan élményem, hogy hoztam ezt a formát, hogy nyugodtan mondhatja, én ezt elbírom, kvázi én bármit elbírok, na meg is kaptam. Mert erős vagy, hát ugye, persze. Ahogy Elina mondtad az imént, hogy erősnek kell lenni, igen. És meg is kaptam, ugye ez egy kicsit ilyen narcisztikus visek, vagy nem tudom, mindenkiben van narcizmus, bennem is mindenkiben, és hogy ez egy ilyen dolog volt, amikor is aztán belerendülve... Az nem mindegy, persze, hogy mennyi van bennünk. Világos, ez mind fokozat kérdése. És hogy persze belelendült a páciens, hiszen felbátorítottam, hát. És akkor volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy fizikai rosszul lét kerülget, és akkor mondtam neki, hogy na, bocs, most mégiscsak meg kell állnunk. És ez egy nagyon érdekes pillanat volt, mert egyrészt én stabilizáltam magam, ugye visszahoztam magam a megfelelő állapotba, és utána megosztottam vele azt, hogy nagyon sokat tanultam magamról ezen a ponton, hogy soha nem mondhatom azt, hogy nyugodtan jöhet, bár én bármit elbírok, hanem annyit mondhatok. Mert nem bírsz el bármit. Nem bírok el, én sem bírok el bármit, de azt mondhatom, hogy szólok, megígérem, hogy szólok, ha nem bírom. Hogy most elég. És ez annyira szépen át tudtuk dolgozni ezt, ő is azt érezte, hogy igen, ember, tehát nem egy Superman ül vele szemben, vagy egy robot, hanem egy ember, akinek ugyanúgy vannak sérülékenységei, de hogy ő is be tudta ezt építeni ebbe a kapcsolatba, és hát én meg örök hálám neki. És utána folytatta tovább? Hát ezt nem, azt az egy részletet. Tehát megtanulta rólam, hogy mi az én érzékenységem, és pontosan tudta, hogy azt nem, de hogy egy csomó minden mást meg igen. Mert hogy az viszont nagyon fontos a traumaterápiában, hogy mi vagyunk az első tanúk valóban. Uh-huh. És nagyon fontos kimondani, hogy én ugyan ott nem voltam, de itt vagyok, és tanúsítom azt, hogy te szenvedsz, és közben meg adok reményt arra, hogy ebből ki lehet jönni. Éreztétek úgy valaha, ez nem egy szakmai kérdésem, még féleképpen sem, hogy mondjuk persze nagy gonddal meg megküzdéssel, ahogy elmondtátok, nektek is kell, de hogy van egy varázspálca a kezetekbe, és hogy tudtok segíteni? Azoknak az embereknek, akik sok esetben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen vannak. A mindennapi csodák zajlanak a szemeink előtt. Tehát az hogy tudja, ahogy Magdi mondta, a saját pszichéje, hogy tudja kidobni azt a megoldást, amit én lehetek a legokosabb pszichológus a világon, de akkor sem biztos, hogy eszembe jut pont az a szempont, pont az a forgatása a gondolatoknak, érveknek és szavaknak, és egyszerűen kimunkálja a psziché. Úgyhogy én ámulok és bámulok egy csomószor, hogy milyen... Saját magadon is? Nem, tehát én a helyzeten, és aha. Azon, hogy az örök hitem az emberi pszichének az öngyógyító képességében, az mindig megerősödik ebben a módszerben, de hogy a varázspálcát azért nem mondanám, ez nem varázspálca, de szeretnék egy másik metaforával élni, uh-huh. Amit Havelka Judittól tanultam, aki az Egyesület első elnöke és nekem mesterem, aki azt mondta, hogy ő, amikor elkezdett dolgozni, úgy érezte magát ezzel a módszerrel, mint valószínűleg egy sebész, aki addig szikét használt, most viszont lézert kapott a kezébe. Hát azért ez egy viszonylag nagy dolognak tűnik, amit most elmondtál. Egyébként Magdi, neked volt egy terved, ami nem jött össze, amivel azt akartad igazolni, vagy bizonyítani, tehát el fogod tudni mondani ezt te is, hogy nem csak negatív esetekben, nem csak traumák esetén lehet az EMDR-t használni, hanem pozitív esetben, ösztönzésképpen is. Így van, az EMDR tulajdonképpen három ágú. A múltat eredetileg a múlt feldolgozására találta fel Francine Shapiro, a jelenbeli problémákkal, tehát egy jelenbeli aggodalommal, egy bizonyos készség fejlesztésével, és a jövőbeni szerepléssel, vagy egy esemény jövőre való felkészülésében is lehet vele segíteni. És ez is egy fantasztikus része a munkánknak, mert nagyon sokat dolgozunk olyan egészséges, nem feltétlenül
traumatizált, vagy talán csak enyhén traumatizált emberekkel, akik szeretnének jobb teljesítményt nyújtani a színpadon. Egy úszóedzővel próbáltál összehozni, igen, csak nem sikerült. Igen. De talán majd lesz rá alkalom, hogy, igen, hogy legyen. Én aki ugye Egerbe használja, vagy használjátok ezt a módszert? Igen, volt közös munkánk. Aha. Én nagyon szívesen dolgozom sportolókkal, és eddig főleg vízesportok voltak így a látókörömben, mert amikor egy nagyon tehetséges sportoló például nem éri el azt, és az edző azt mondja, hogy van valami, ami itt gát, aha, és hogy te sokkal jobbat tudnál. Mert egyébként benne van. Benne van, így van. Az egy gyönyörű feladat, amikor felderítjük, hogy mi az a blokk, megtanítjuk olyan készségekre, amivel át tud lendülni, és utána elkezd hinni abban, hogy a dobogon tud állni. És sikerült ezzel a módszerrel elérni? Igen, több sportolónál is sikerült. Van olyan, amikor egész egyszerűen valami régi blokk van, akár az, hogy én nem lehetek a legjobb, vagy nem nyerhetek. Ilyen is van. Van olyan, amikor a kifáradást, vagy a rivalizációt, vagy más, az ellenféllel kapcsolatos negatív érzést kell feldolgoznunk. Erre rengetegféle technika van, és aztán jön ugye a főpróbája, amikor elképzeljük a következő versenyt, nem olyan rég is volt ilyen, hogy most készüljünk föl oda, és onnantól kezdve, hogy az öltözőben van, az összes állomást végig visszük, addig, amíg nincs ott a kívánt sikeres vég. És ez nagyon-nagyon szép munka, de művészekkel, előadó művészekkel, sportolókkal, de nem csak úgymond ez a csúcs teljesítményjavítás, mert van egy ilyen ág az EMDR-nek, hanem például volt olyan, ahol valakit arra kellett felkészíteni, hogy el kellett menni egy temetésre, amit ön nagyon félt, és végigcsináltuk képzeletbe lépésről lépésre, hogy hogyan viselkedik, mit gondol, hogy el tudjon menni egyáltalán, és el tudott menni. Uh-huh. Nagyon sok mindenre fel akkor ezek készíteni. Szerint nagyon sok potenciál rejlik ebben a módszerben. Rengeteg. Veled hogy jött szembe, Judit? Mert ha az Egyesület elnöke vagy, akkor nagyon szembe kellett, hogy jöjjön. Egy workshopon találkoztam vele, amit Havelka Judit tartotta, már említett Judit, és amiben volt egy ilyen kis minimális saját élmény. Minden módszert úgy tanul az ember, hogy nem csak az elméletet és a gyakorlatot tanulja meg, hanem saját magán ki is próbálja ezt a módszert. Na ebből egy ilyen kis mini ízelítőt kaptunk azon a workshopon, és egy aznapi kis bosszúságra kellett gondolnunk, amit ott helyben elkezdtünk deszenzitizálni, aha, ezzel a bizonyos módszerrel, igen, és pillanatok alatt ott voltam egy családi közegben, 6 évesként, vagy 8 évesként, és én azt mondtam, hogy hát ez, ha ez így működik nálam, akkor én ezt tudni akarom, mert ez valószínűleg így működik mindenkinek. És gondolom, hogy azért ennek megvannak a tudományos magyarázatai és a tudományos bizonyítékai, hogy az ideg élettani alapon hogyan működik az agyunk, igen, úgy, hogy ez a szemmozgás, igen, hat az egész idegrendszerünkre. Ez tehát, hogy ez nem valami bűvészmutatvány. Nem. Ez egy viszonylag fiatal irányzat, uh-huh, és ezért nagyon sokat kellett küzdenie azért, hogy elismerjék, mint hogy nem tudom, 400 fajta irányzat van a világon, aha, és mondjuk a vezető irányzatok kevesebben vannak, de nagyon erősek és nagyon komoly bizonyítottsági hátterük van. Ezért az EMDR-nek igazán meg kellett küzdeni, uh-huh, úgyhogy most a végeredmény az, hogy alig van olyan irányzat, aminek a biológiai vetületéről ennyi bizonyíték gyűlt volna össze, mint az EMDR-ről. Magdi, veled hogy jött szembe? Én elmentem Juditnak az úgynevezett trauma szemüveg 3 napos rendezvényére. Mármint a Havelka Juditról beszélünk ismételten, aki a közös mesterünk és az Egyesület előző elnöke, aki Belgiumban élt és dolgozott akkoriban is, és úgy járt haza, úgy alapította meg az Egyesületet, és úgy segített, és ugyanilyen saját élmény volt. Lajos Mizsén voltunk, egy kis zárt közösség, és a trauma alapokról is beszélt, ami sajnálatos módon hiányzik az oktatásból. Azt gondolom, hogy az élet sok területén kellene pedagógusoktól a rendőrségen keresztül ezeket az alapokat megtanítani. Megtanultuk ezeket, és aztán ilyen kis epizódokkal, amit a Judit mondott, magunkkal is dolgoztunk, és én is beleszerettem, és azóta is lenyűgöz, mert
annyira lehet hinni ebben a módszerben, hogy amikor más helyzetben esetleg elakadnék, vagy megbicsaklanék, hogy úristen, ebből hogy fogunk kijönni most egy aktuális labirintusból, akkor az segít, hogy mélyen hiszek benne, és még nem volt olyan, hogy cserbe hagyott volna a módszer, hogy a módszer és az agy, amit a kliens agya elvégez, az biztos, hogy jó irányba visz. Edina, téged hogy érintett, amikor Magdi ezt először megmutatta? Nem volt benned semmi kétség? Biztos voltál benne, hogy ez működik? Hát elég sok mindennek utána olvasok, és alaposan mielőtt bármiben is belekezdek. Értem, tehát azért téged nem lehet csak úgy levenni a lábadról. Munkamániás életem folyamán válságkezeléssel foglalkoztam, veszélyes helyzetekben, és ott az alaposság volt mindennek mindennek az eredője, és egyrészt hittem a kollégámnak, aki ajánlotta. Aki javasolta. Aki, igen. Igen. Másrészt pillanatokat meggyőzött arról, hogy jó kezekben vagyok. Tehát működött a kémia az első pillanattól fogva. Volt egy erős, itt is megjelent az erős kontroll egyébként időnként. Tehát sokkal jobbat tett egy ülésnek, hogyha fáradtan mentem, vagy kialvatlanul, és akkor nem kontrolláltam a reakcióimat. Mert hogy benned van ez a kényszer, hogy neked... Erős kontroll, igen, az van. Az gyakori van. A traumaáldozatoknál csak hozzáteszem, hogy próbálják tartani, ugye? Igen. Kontroll. Igen. Az megvolt itt is. De egyrészt nagyon ügyesen törte át, másrészt kitapasztaltam, hogy milyen állapotban jó menni, és hogy fog jobban működni. És akkor úgy mentél. És akkor igen, kicsit fáradtam. Akkor azt hiszem, hogy a te saját felépülés történeted alapján te emellé a voksot egyértelműen leteszed. Abszolút, igen. Egyébként szerintetek mi a, mert azért ez nem egy annyira ismert terápia, tehát hogy így, szerintem, ha kimennék az utcára és föltenném a kérdést, hogy tessék mondani, mi ez, nagyon kevesen tudnának rá válaszolni. Szóval, hogy lehet, hogy lesz ennek jövője? Vagy lesz jövője? Ha abból indulok ki, hogy hány tagja van az Egyesületnek? Hány tagja van az Egyesületnek? Nem olyan biztosan sok, 220, de hogy nem tudom, hát pár évvel ezelőtt felennyien, és azelőtt meg negyedennyien voltunk, és hogy egyre több azon páciensek száma, akik kifejezetten EMDR terápiára jelentkeznek. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a végzett terapeuták névsora fönt van a honlapon, de hogy arról panaszkodnak a páciensek, hogy nem találnak terapeutát, mert hogy mindenki nagyon be van táblázva. Tehát én nem kell, hogy higgyek abban, hogy lesz jövő, mivel látom. A tények abszolút erre mutatnak. Magdi? Szájról szájra terjed. Hát a kliensek egymásnak adják át a jó tapasztalatokat, de valóban ez a baj, hogy kevesen vagyunk. Én azt is látom, hogy az baj, hogy még mindig nincs elég nagy publicitása annak, nem csak az egészségügyi szférában, hanem a médiában sem, hogy hogyan lehet felépülni, hogy van lehetőség. Tehát rengeteget beszélnek a traumáról, néha egy picit szenzációhajház módon is, igen. De azt, hogy igenis, több évtized után is fel lehet épülni egy traumából. Rengeteg ilyet látunk, hogy van jövő. Itt is ül egy hölgy, tessék. Igen, életminőségbeli különbség az összehasonlíthatatlan. Bocsánat, fejeztem. Szóval, hogy ezeket kellene több helyen megmutatni a világnak, hogy van rá lehetőség, és talán egyszer megérjük, hogy a TB támogatás is lesz ezekhez. Ezek hosszú terápiák, erről nem beszéltünk, de azért 70-90 perces ülésekre kell itt számítani, legalábbis az elején. Van, amikor tehát mondjuk, tudjuk hogy adni. Akkor durván egy másfél órás. Így van. Egy ülés. Így van. És hány kell ahhoz, hogy elmondhasd azt, hogy valaki felépült? Ezt nem lehet így megállapítani, mert volt olyan trauma, ahol kettő kellett, egy egyszeri kisebb trauma, és van olyan, ahol évek kellenek. Tehát a korai, például egy családon belüli szexuális molesztálás, vagy egy tartós fizikai bántalmazás sok-sok év, csak a felépülés is, több év.
És ezekről még mindig kevés szó esik. Azt érzem, hogy még mindig alábecsült az, ami történik a kulisszák mögött, akár a családban, akár a, sokszor az iskolában, vagy egy edzésen, vagy egy munkahelyen. Ezekről lenne jó beszélni, ezekről lenne jó képzést tartani, nem csak a pszichszakembereknek, hanem mindazoknak, akik emberekkel foglalkoznak bármilyen területen. Említetted most, Edina, itt ebben a kis röpke megszólalásodban, hogy egészen más volt az életminőséged. Igen. Abban az időben, amikor traumatizált emberként léteztél, és egészen más most, amikor már azt mondod, hogy felépültem. Igen. Mi a különbség? Közösen kilőttük a préri farkast a kengyel futógyalog kakuk mögül, úgy érzem. Hát most már nincs szükségem arra, hogy nagyon sokat dolgozzak, és sokkal nyugodtabb életet élek, és meg tudok. 2 éve nyáron ott jártam, hogy a 4 napra elmentünk pihenni, akkor ott már jelentkeztek a tünetek. Most 1 fél éve szakmán belül is ágazatot váltottam, és hétköznapi életet élek, mondhatom. Így. Tehát nem, nincsenek tünetek? Nincsenek. Idén még nem voltak. A jó gyógyszer az úgy hat, mint a jó fájdalomcsillapító, hogy beveszem, és akkor csinálom, teszem a dolgomat, és egyszer csak nem azt a pillanatot ragadom meg, hogy mikor múlt el a fejfájás, hanem egyszer csak rájövök, hogy jé, egy ideje már hogy nem fáj. Ez egy nagyon jó végszó volt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én azt hiszem, hogy sikerült megismerkedni nézőinknek egy olyan módszerrel, amelyik, ahogy itt a szakértők is, ahogy Edina, aki maga is megtapasztalta, elmondták, hiteles, használható, eredményes, és szerintetek mindenképpen a jövő útja. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.